Ezek a felvételek még március 3-án készültek, amikor még javában dolgoztak a munkások a fürdőházban. 7 napig nem fogadták a vendégeket, hiszen felújítás volt a műemléképületben. A légtechnikát telepítették újra, hiszen a mennyezeti térben a kupolában a párás, meleg levegő korában annyira megszorult, hogy félő volt, a speciális festékek ellenére is kárt tesz a vakolatban. Mivel a légelszívás nem működött megfelelően, ezért a felújítás során átfúrták a födémet, új elszívópontokat telepítettek, a berendezés csöveit pedig a padlástérbe helyezték. Ezeket a munkálatokat tisztasági festés követte. Most már ez a kép fogadja a fürdőházba érkezőket. A fenti munkálatokat követően minden meglévő oszlop új szint és csempeburkolatot kapott, amely a mindennapi takarítást teszi könnyebbé. A legfontosabb a mennyezetnek a leázási problémái, illetőleg nyilván a légtechnika tovább építése tette szükségessé. A megszépült modern fürdőháznak a vendégek is örülnek. Nekem kiválóan tetszik, és szinte már hiányzott, hogy egy hétig be volt zárva, de most a megújult, de gyönyörű. Gyönyörű, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön a fürdőháza, mert ez kiváló. A műemléképület felújítása közel 2 millió forintba került, amelyet a Sóstó Gyógyfürdők ZRT saját forrásaiból biztosított. A fürdőtér már fogadja a vendégeket, egyes részeken azonban ismét munkások dolgoznak. Április 1-től ugyanis fogorvosi szolgáltatással bővül a fürdőház kínálata. Hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint 15 és 19 óra között vehetik igénybe a vendégek ezt az egészségügyi szolgáltatást. Szombatonként pedig előzetes bejelentkezés alapján segít a fürdőház fogorvosa.